Korábban itt csak egy kút volt, ám most óriási a változás. Kunfehértó egy teljesen új vízművet kap a térség 14 településének közös ivóvíz minőségjavító programjában. Fehértó mintegy 70%-os állapotban van a beruházás. Korábban itt csak egy darab kút volt, most épült két új, egy 250 meg egy 200 méteres, továbbá egy új vízműgépház, amiben a technológia lesz elhelyezve. Ehhez kapcsolódik két 200 köbméteres víztároló, ami egyrészt a technológiához szükséges, másrészt a nyári vízellátásnak biztonságosabb célját szolgálja. Itt került ki még kialakításra egy szivattyúakna, meg egy vasiszap vagy zagyüllepítő medence. Hát olyan 70%-os állapotban mondhatjuk ezt a művet. Napokon belül megkezdődik a technológia szerelés az épületen belül. Ezt követően itt még lesz egy területrendezés, össze lesz vezetékelve ezek a műtárgyak, körbe lesz kerítve, épül egy út, és hát gyakorlatilag szeptember 30-ra reméljük próbaüzemmel alátámasztva jó minőségű vizet kapnak a kunfehértóiak. A fehértói ivóvíz minőségjavító munkálatok a lakosság különösebb zavarása nélkül zajlanak, ám több település is van, ahol egy időre a meglévő technológiák megállnak. Ez azt jelenti, hogy 2-3 hónapra nem a megszokott minőségű víz folyik a csapokból. Várhatóan a jövő héttől a Halasi 3-as számú, vagyis az Olajosok útjánál lévő vízműtelepről is nyers víz kerül majd a hálózatba. A lakosság valószínű észre fogja venni, de ez egészségre káros anyagokat nem tartalmaz. Megértésüket és türelmüket kérjük ahhoz, hogy szeptember 30-ára itt is egy próbaüzemmel alátámasztott új korszerű víztechnológiát tudjunk építeni. A vízszolgáltató Halasi, Körösi úti székházánál is folynak a munkálatok. Itt már állnak az új épület falai. A 14 települést érintő beruházáshoz 2.735.000.000 forint támogatás érkezik az Európai Kohéziós Alapból és az ország költségvetéséből. A program a Környezet és Energia Operatív Program keretében valósul meg. A cél az, hogy ez év őszére mindenhol az uniós előírásoknak megfelelő minőségű ivóvízhez jusson a lakosság.